Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Raposkán a Magyar Falu támogatásának köszönhetően 28,5 millió forint felhasználásával újult meg a temetőben a ravatalozó épülete, saját erőből pedig kerítést, kaput, valamint 140 méternyi járdaszakaszt is építettek. A beruházás ünnepélyes átadására a falunap keretében került sor. Azért oly szép ez a világ. Teljes mértékben megújult a ravatalozó. A korábbi omladozó régi épületet váltott ez az új, faszerkezettel, tágas belső térrel. A község polgármestere hangsúlyozta, nagy jelentőséggel bírnak a Magyar Falu program révén létrejövő beruházások. Több évtizedes álom vált valóra, emelte ki. Korábban többször tettünk kísérletet, hogy felújításra, pályázati pénzeszközökhöz jusson, de mivel ez nem sikerült, így csak állatmegóvást tudtunk saját forrásból megoldani az elmúlt években. A Magyar Falu program kis településeket segítő pályázataiban a tavalyi évben kiírásra került az önkormányzati tulajdonú ravatalozók felújításának lehetősége. Újra felcsillant számunkra remény. Köszöntőjében Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, egy közösség erejét az mutatja, mennyire tartja számon a múltját. Az, hogy milyen állapotban van egy temető, mennyire tartja számon az adott település a temető állapotát, vagy éppen a ravatalozó állapotát, az a közösség minőségéről is árulkodik, hiszen ez azt mutatja, hogy becsben tartják az előző nemzedékek tevékenységét, vívmányait, számon tartják, meg akarják őrizni, és át is akarják örökíteni. A szalagátvágást követően a település plébánosa mondott áldást az új épületre. Keresztény buzgóságunk indítatására jöttünk ide, eme helyre, eme épület és megújított tér megáldására, ahol elhunyt szeretteink békében nyugszanak, vagy lehet, hogy mi is itt fogunk majd földi életpályánk befejezése után nyugodni, amíg föl nem ragyog az Úr dicsőséges napja. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le eme megújult épületre. És minnyájatokra, és maradjon rajta, és veletek is most, és mindörökkötörökké. A felújítás a Magyar Falu programnak köszönhető. Bolla Albert polgármester így foglalta össze ennek a pályázatnak a jelentőségét. Kis települések csak itt tudnak tovább jutni, hogyha olyan összegeket kaphatnak különböző beruházásaikhoz, amit amúgy saját erőből nem tudnának megcsinálni, az egy nagyon nagy segítség a kis településeknek, és mi most ilyeneket kaptunk, mondhatom többet is. Tavaly a falu buszt cseréltük ki, a kultúrház tetőterünk fűtés részek újultak meg, tehát a ravatalozónk most, tehát több minden olyan dolog, ami a Magyar Falu programnak tudható be, és ez egy nagyon jó dolog.